Na sziasztok srácok, üdvözlöm benneteket, vagyok egy következő videóval, és itt vagyok megint. Higgyétek el, azóta egyáltalán nem játszottam sokat, csak mentem parkörözni egyet. Meg próbáltam egy csatát csinálni, csináltam is, tök jó volt minden. Feljött egy gyerek, lelépett. Feljött egy gyerek, lelépett. Szóval nagyon izgalmas volt. Na mindegy. Itt megint csak ilyen hülye elementek vannak, és itt lehet nézelődni ilyesmiket, ez nekünk nem kell csinálni. Ó, de nézd. Take one of the three places in the winner's team in one battle. Ez nem nehéz. De nem is fogok most erre menni. No, úgy döntöttem, hogy Ishidával fogok menni, és bemegyek egy nagy csatába. Hát, ja igen, parköröztem. Meg ugye a alapfestés az más volt. Azt mondja, hogy hát legyen most más, nem mindig ugyanabba, legyünk a hohlomába. És aztán felveszünk egy vikinget, majd rá egy isidát. Tökéletes. Jó, és amint ez megvan, protection megvan. És ja, hát akkor let's go. Azt mondja, hogy hangot visszadom a játékra. Akkor fülesen már lehalkítom egyből. És keresni kell egy jó csatát, amiben ugyanolyan szintűek vannak, mint én, mert akkor mégiscsak gyorsabb a szintlépés. Mert az annyira nem jó, hogyha folyton megölnek. Ez igen, 07. Hát enemy vezet, nem is csodálom, egy csomó aranycsillagos. Itt pedig egy aranycsillag, egy aranycsillag, egy vörös csillag. Hát igen. Túlerőben van az enemy. Nem baj, valaki csatlakozik, fellépek szerintem. Jó, be is jutottunk. Kis idő után. Na hát akkor kezdjünk el megint játszani. Így, hogy visszajöttem a játékra. Na, itt van már is pár isidás. Hopp, abba a pillanatban. Jó ez, hogyha sok az isidás. Csak nyilván nekem nem a három az isidám. Hoppá. Ez meghalt. Nem értem, miért... Nagyon lassú izé. Amúgy jól láttam, hogy... Na mindegy. Az meg volt. Itt viszonylag jó a hely, és lehet farmolni. Csak hát konkrétan nem csinálok semmit. Hogy növeljem az életét. Aha, onnan lő a kis standard. Engem lő, csak hogy ott a saftos. Hát ez így nagyon izgalmas lesz szerintem. Segbe is lőnek. Aha, jönnek át. Előjé. Ej, de balfasz. Már most lejöttem ide, más nem tudtam nagyon csinálni. Próbálom hílelni, erre elmegy. Ezt a logikát te három aranycsillagon? Na mindegy. Akkor ezt a saftost fogom helpálni.
Ez az löki jelen, nagyon jó csapatmunka. Aha, jön a másik saptos. Hát folyamatosan híleltem, nem vált be mondjuk azt. Hát ez szívta, gyors lemegyek. Jó. Tiger Tank, mindjárt jobbról kilő a sapot, mi? Gyönyörű volt. Elfogyott az energy, na mindegy. Itt közben nem tudom milyen nyelven írogatnak bal oldalt lent, na mindegy, se baj. Ahogy elnézem, ezt annyira még jól nem szerzünk XP-t, de nem baj. Lol. Hihetetlen ez a railgun. Hopp, azt kisegítjük. Amúgy tudnék shiftet nyomni, de inkább egy fontosabb alkalomra tartogatom. Ki tudja, bármi történhet. Gyere, foglalkozz velem. Csak már segélybe volt a izé, na mindegy. Hát most szerintem ez így megérte. Csak meghalok. Hopp, nem. Nem halok meg. Nem is színem. Nem is színem. Hopp, 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 hopp. What? Folyamatosan híleltem és standard egy lövése kinyírta. Pedig a három hornetet én M4-es standardra nem tudok kinyírni. Még ha erősítőm is van, na mindegy. Igaz, egy kicsit lovosabb volt az átlagnál. Hát te mit csinálsz ott? Nézd, ott bujócskáznak. Hát te. Jaj, neki mentél a falnak, de sajnállak. Amúgy nem. Aha. Most konkrétan nincs HP-m. Meg is haltam. Awesome guy YouTube, na hát már csak ezért a névért leportolni kell, szóval úgy... Jó, azt a pajzsot, ha már nem veszi fel senki, én felveszem. És aztán utamra indulok, hogy segítsem azt a railgunost. Hello. Hát ez megdöglött. Lehet, segbe fog jönni. Na, messze nem. Jön a Magnum. Hejhaj. És valakinek az a baja, hogy prémiumos valaki, hogy mi? Most komoly. Jó, nyertünk. Nem volt nehéz, védenünk kellett, és ennyi az egész. Szóval, hogy mi a... Azt mondja, hogy ebből szereztünk egy nem tudom mennyi pontot, ha az előbb volt majdnem, hát egy, megint csak egy 200 félességet. Ami azt jelenti, hogy már csak 47.800 valamennyi kell. Hát lassan haladok, de biztosan. Igen, lehet, hogy a Thunder az jobb választás, ki tudja. Sokan mondtátok, hogy Railgun, illetve Hornet. A polygonon, illetve aréna, vagy még mit tudom én, milyen pálya. Ezért most felnézek egy polygonra, hogyha van, de nincs. Nem tudok más csinálni, mint csinálni egy polygon pályát. És remélni azt, hogy jönnek.
Jó, elkezdek foglalni. Megint csak ismétlem, hogy Railgunnal béna vagyok. Szóval azért amúgy, mert késik a lövés. Szóval én ahhoz vagyok szokva, hogy megnyomom a space-t egyből lő. És ha egy kicsit pingel a net, hogy mit tudom én, akkor nyilván akkor fejre se kérem. Szóval akkor nyilván akkor nyilván mellé lövök, mert hát mégiscsak nem érzékelem, hogy akkor mikor lő a tank, érted? Illetve elmozoghat az enemy, odébb mehet, mit tudom én, meglökhet a csapattársam és a többi. Szóval, ja. Mint például azt a falat szeretném átlálni, akkor nyilván, hogyha nyomok egy 360-at a Thunderrel, megnyomom a space-t, pontosan oda lövök, ahova akarok. Viszont itt így ki kell számolnom, és nem vagyok hozzászokva, hogy mennyi idő múlva fog ellőni ez a valami. Szóval azt mondja, hogy akkor egy hát egy, mit tudom én, addig próbálkozok itt, mit szóltok, míg nem jön valaki. Amúgy mit is akarok meglőni? Hát egy ilyen ablak alatt, nem? Nyilván. Addig itt pörgök és lövök. Kösz, nem kell. Már show notification-t elfelejtettem. Kész, megvan. Jó, na. Még mindig nem jön senki, hihetetlen. Pedig itt várok már 1000 éve. Hát addig össze-vissza megyek, csak fejre borulok, mit tudom én. Hogy itt át lehet menni. Nincs az az Isten, hogy át lehessen itt menni. Pont visszajött, értitek srácok, én meg pont fejre dőlök. Csak mert én hülye tesztelni akartam, hogy vajon a tankinak a fizikája tényleg ilyen szor, hogy át lehetne menni. Hát nem, de viszont feljött a srác. Vagy lehet olyan rossz a gépen, nem is tud feljönni? Mert nem látom egyelőre még a srácot. De azért hozzám belépett még egy srác. Na most már a zenemihez is. Hát úgy néz ki, hogy az első srác az nem tudja, hogy mi van. Jó, elkezdem foglalni a pontot. Kis huncot elkezdte foglalni. Mit laggolsz, azt a rohadt, látátok? Meglövöm, aztán nem lőtte meg. A laggos. Nem vesz internetet, aztán ittem már laggol, mi? Amúgy ott lejjebb akartam menni, na mindegy. Foglaljuk vissza. Cseh. Hoppá, caps lock, na mindegy. Hát elindult a csata, de ki tudja, hogy lelép-e a srác, hogy nem, mert nem, látja, hogy csak egyedül van amúgy. A srác ott lent spónol, tehát most ki tudja, hogy hol fog. Hát az meg... Ne! Ah, nézd meg! Szétlaggul az, ez a srác, de azért pontot tud vinni, mi? Nézd meg, hogy laggul. Hát el nem lehet lőni, hát mi a tök? Na jó, megy egy rágy volt, hogy így simán el tudja foglalni a pontot. Viszont azért meglőni nem lehet, és a többi. Nem, nem. Nem szabad. Tajna, nem, nem. Na, végre egyszer átláttam. Hát Jézus, késik a lövése, mint a kurva élet. Épp mentem el. Na mindegy. A srácok elkezdtek feljönni. Bajsli vagyok, nem Alex. Oké, okay, Bajsli. Fogalmam sincs, ki az a Bajsli. Nem baj. Ott van mögötted te srác? Ott van-e, látod? Hát kicsit túl erőben vagyunk, mondjuk úgy, szóval, hogy
Jó, az egyik srác le is lépett tőlünk. Itt talán már fel lesz. Azt miért nem emelte meg? Hát előre mentem, aztán hátra. Érdekes volt, hogy az előbb meg. Vagy hogy újra tankizol, szintet kell lépnem. Hát azt elírtam. Igen, hétfő van, és most jöttem nemrég a suliból. Hát hőm, ja. Nem lő, ez valami kifagyott, hogy nem tudom, mi van vele. A srác pedig itt fent van. Itt az előbb itt voltál fent, te köcsög. Azt tedd mi. Most az ilyen 1v1 amúgy? De amúgy tök jó, hogy egy M2 nem tud egy lövéssel kinyírni így. Jó, az egyik meghalt. Hát pontot foglalni nem nagyon tudnak. Szóval, hogy mi a... Nyilván seggem mögött lesz mi. Hello! Ja, hát jól tudtam. De hol a másik amúgy? Fogalmam sincs. Ott volt, jó van. Jól van akkor. Tök jó, hogy meglövöm az orlát teliből, de azért ne haj bele, léci. Istenem. Tipikus tank. Ezeknek nincs HP-juk, lol. A tipikus tank, hogy így meglövöd az orlát, mi kéne, hogy történjen, így elcsúszik, érted, mint az állat, de nem. Az előbb egyáltalán nem csúszott el. Hello. Ezt pont nem találtam el. Azt te tovább megyek előre, mi? Figyeltem ám. Túl hamar lőttem. Nem baj. Az egyik orosz, hogy mi? Nem menj már innen. Az a laggos srác, hogy mi? Hát mit lősz előre te? Honnan fogtad, hogy én ott vagyok? Te jó lett hol? Hát az meg megöli. Ah, már jönnek. M3, ezé. 3 aranycsillagon. Helyhaj. Az már aranyos bújolás. Megjöttek a bújjerek. Amúgy az a szín is egy jó kis búj. Hello. Kijöttem volna, de nem tettem. Hát ezt... Hihetetlen. Nem bírom előni. Ezt hol lehet a másik, akár mögötted, bárhol? Hát nem. Ó, hogy álljon már meg a menet. Hárman lőnek, vágod? Így folyamatosan. Nem baj. Az easy win lesz. A kis rohadt szárat. A csapatok társa most komolyan nem találtál. Na jó, se. Ó, de hogy csak engem lőnek, hát a csapattársam mit csinál, plusz. Oh my goodness. Figyeld, innen lehet foglalni, hogy így bemész, ezt nem virágnálni. Hányan lőttök még? Tök jó, nyerésre állunk. De azért a zene mi van többen. Azt mi? Hát de... Hihetetlen, hogy így én próbálom foglalni a pontot és a többi. De nem. Jesus.
Miért fordult a tankon balra, ezt láttátok? Megyek előre, azt hirtelen balra fordultam. Na ez mi volt, kedves tanki online? Szóval, hogy most vagy ezzel nem így bugoltatott be, vagy mi volt ez amúgy? De jó vagy. Balfasz. Nem játszanak? Ez így baj. Na most én leszek itt felül, jó? Te kis köcsög. Hát ezt elhitte. Persze, még jobbról is lőjön meg, de honnan? Meglőtt a se honnan, vagy mi? Jó, nagyon jó, és ott is a report, gratulálok. Szóval, hogy úgy mellém lő és meghalok, nagyon jó. A csapatom is egy balfasz, szóval, hogy nem is csinálnak semmit. Meg fejre is borult. Miért nem fordul a tornyom? Folyamatosan forgatom, és néha nem moccan meg a tank, néha elfordul csak úgy balra. Szóval, hogy érdekes. Nagyon érdekes. Azt hittem már mellé lősz. De hogy fölém lőnek, vagy mellém, vagy ilyesmi. De azért... Az egy vörös csillag mindjárt megölöz, és mivel nem is csinál semmit, de azért mindjárt megölöz. Oké, értelek. Ja, hogy azóta lecserélődött, jó, jó van. Azóta már váltás volt. Hopp, azt elrontottad. Kettő lövés lenne a Hornet, na mindegy. Hát ez nem sikerült. Hát az se sikerült. Én próbálkozom. Egyszerűen mindenhol ott vannak. Van egy laggos, van egy bagos, van egy nehezebben meghaló, és a csapatomnál meg csak így játszanak és megvannak. Ez nem volt meg. Hopp, hello. Hát double shotot akartam, na mindegy. Ez mit csinál amúgy néha? Te meg ott lent elmaradnál? Már azt, hogy balról próbál kilőni, de nem megy neki. Ja, a laggójá. Nagyon jó vagy. Eltaláltam a talpadat, te köcsög. Mássél le innen. Úgy, úgy. Amilyen. Nem ment, hát megesik. Most jobbról néz. Meg egy balról is. Érdekes. Egyik megvan. Miért mindig ők jönnek ide fel, szóval, hogy nehogy már. Na most csereváltás lett, hogy mi történt. Nagyon csapatja a 360-at.
Jó, idem fentről jó vagyok. Csak annyira nem. Úgy mondtam is, hogy rossz vagyok, na mindegy. Jó, most csapattárs. Jó, nagyon jó, haladunk, mindjárt meg lesz. Aratok, értitek? Aratok, mint állat. Gyere, lőj bele a seggembe. Hát, hogy gyönyörű volt, szóval, hogy kezdett mellém lőni, mindegy. Lekerülök és már foglalni készülnek, anyád. Ezt nem hagyom. Jó. Ez gyönyörű volt, fiam. Mi lenne, nem bugolnál amúgy? Danika, vagy mi a neve? Danilca. Igen, Danilc. Jesus. Jó, hát ezt megnyertük. Köszi, hello. GG. Na, hát végül csak jöttek emberek. Megint első helyezett. Ja. Na, úgyhogy tök rossz vagyok amúgy, mint az állat. Amúgy nem tudlak titeket visszajelölni meg. Azt írja, ugye, hogy nem tud elfogadni a baráti meghívást, a te baráti listád elérte a maximum számát a játékosoknak, szóval igen, azért nem tudom visszafogadni, szóval nehogy azt higgyétek, hogy egy köcsök barom vagyok, mert nem fogadom vissza, mert amúgy csak én ilyen vagyok, hogy ha teljesen nem érdekel, hogy bejelöltök, visszajelölnélek titeket, csak megtelt a lista. Szóval igen, hát mára így ennyi lett volna. Szereztünk, azt mondja, 200, 600 pontot kb. Körülbelül. Ez szerintem jó volt. Szerintem jó volt, de mindenképpen gyakran kell feljönnöm, hogy játszak, mert most is így az volt, hogy felvettem ugye az első részt, mint az előző részt, hogy lépjünk szintet, ugye Marsalig, és játszottam, 200 pont meg lett. Följöttem egyedül, hogy na, akkor mostan egy kicsit előre jussak, játszak, nem jött senki. Aztán végül elmentem parkörözni, abba is kirégyeltem, de úgy, hogy egyszerűen rendes parkör, érted, nyugi van minden. És a srác, a kis ruszki hülye fejével elkezd mindenkit ölni, suppol parkör módba, érted? És csak így elkezd ölni, érted? Aztán azt mondja még a ruszki, hogy MNP, ami annyit jelent, ugye nem pontosan úgy írja le MNP, olyan, mint a úgy írná el, hogy nagy betűkkel, az azt jelenti náluk, hogy béke, vagy ilyesmi, és mégse, érted? Szóval így folyton ölt meg minden, úgy kirédzseltem, aztán most jöttem fel másodjára, és most összeszereztünk 600 pontot. Az biztos, hogy gyakrabban kell feljönnöm, de hát ha lesz időm rá, meg energiám, persze, az főleg, mert hogy így, hogy felmész tankra, mondod, na, akkor most egy jó csatát lenyomok, minden tök jó, és erre mi történik? Fogja a srác, össze-vissza suppol, nem hagy békén, lököd, minden tök, és akkor még ő van felháborodva, érted? És akkor úgy, fú, te. Hát, igen. És te meg baszki, azon vered magad, hogy össze-vissza kockulsz meg minden, és folyamatosan szintet lépsz, mert jaj, szintet kell lépni, hogy legyek már profi. Illetve az a vicces, hogy emberek is jönnek oda, ide hozzám, mármint nem nyilván ide, hanem azzal a kommenttel, hogy nekik nagyobb a kariuk. És úgy utána járok, és nem is az övé a kari, szóval, hogy cseréli ember egy játék arra való, hogy végigjársz te magadat te magad a saját karidat. De nem. Cseréljünk, hogy hamar nagy szintűek legyünk, csapjunk be másokat, így cseréljünk, úgy cseréljünk, oké, okay, minden szép és hello. És akkor így van egy ilyen olyan fullos karia, amiben mindenem nulla szinte, és akkor így
Hú, én jobb a Karim, mint a tied, mert nagyobb szintű, hát rohadtul. Szóval, hogy szinte minden M0, meg ilyesmi, meg kevesebb pontot is gyűjtött, tehát csak gratulálni tudok az ilyen balfaszoknak, akik azzal menőznek, hogy nagyobb szintűek. Szóval, hogy ember. Én most nem jövök haza azzal, hogy na akkor most gyorsan tankolni és szintet lépni, szintet lépni, szintet lépni, hanem szépen leülök, és más játékkal játszok. És persze, hogy más játékkal játszok, nem fogok itt fellépni, rage-elni azon, hogy milyen nyomorékok vannak, meg hogy mekkora bugok vannak, meg ilyesmi, és akkor kösz, hello. Szóval, hogy úgy konkrétan, ja, néha fellépek, első helyen leszek, és úgy oké, megvan oldva. De hogy ilyen hülyé embereket, amúgy én ezen csak nevetni szoktam, hogy az emberek ezzel menőznek, hogy hú, nagyobb a szintem, csak az nincs a fejébe, hogy az ő karia nyilván még abban a szintben volt nagyobb, amikor még nem volt ez a duplás XP. Plusz, ő folyamatosan arra megy, hogy folyamatosan szintlépés, plusz, ő még bujolgat néha, meg plusz, erre még azt teszte, hogy konkrétan a karjában semmi sincs, szinte minden M0, meg ilyesmi. Van egy pár M3-ja, és akkor nézd, milyen M3 van, hú, neked nincs ilyen, aha, van neked M2-m a motor. Ja, M0-ás, hát akkor ez van, szóval, hogy így, én is vághatnék fel ezzel, hogy ha, fullos a karid és M0-ás a hunterod, hát nekem M2, na mi van? Szóval, hogy de ember, ennek semmi értem, és akkorákat szoktam ezeken nevetni, akik ezzel menőznek amúgy. Annyira vicces. Meg amúgy is szerintem egy játék azért jó, hogy lehessen élvezni, hogy milyen jó a játék, minden, hát ugyebár kedves tanki online, hát nagyon lehet élvezni. Szóval, ja. És legalább a saját Karim. Meg nem is lépek folyamatosan szintet. Illetve tudom, hogy pár ritkán mondtátok, hogy ember, ha te is vettél cuccot a tankiban, akkor te is bújjál vagy, szóval nem magyarázzak. Hát itt nagyon nagy félreértés van a bújjál és a nem bújjál között. A bújjál az, aki még akkor is képes az anyucitól levenni a pénzt, mert nyilván hát egy felnőtt ember nincs olyan hülye, hogy pénzt keres, de azért tízezreket dobál ki, mert egy felnőtt ember, aki dolgozik, az már tudja a pénz értékét, és nem fogja csak úgy dobálni a hülye tankira. Szóval max aki full gazdag, és akkor veri magát, hogy haha, most úgy vittem ki a karit, hogy sehogy. Na mindegy, szóval nem. A bújjár az, aki úgy vesz, folyamatosan szinte, vagy nem folyamatosan, hogy nincs semmilyen akciója, nincsen plusz kettőszörös kristály adója, mármint kártyája, és semmi ilyesmi, hanem csak bemegy a shopba, megveszi, hello. Viszont, hogyha akkor is, hogyha akció van, meg kétszeres kristálya van, és hogyha folyamatosan, de tényleg, amikor folyamatosan csak vesz, vagy többet, rengeteget, amikor akció van, meg minden, az is bújjának számíthat. Viszont én mit csináltam? Egyetlen egyszer volt az, hogy több mint 50%-os akció volt. Lehet, hogy 55, nem tudom. És egyszer volt az, hogy közben még volt kétszeres kristálykártyám, amit kaptam. És így tudtam egyetlen egyszer venni mindössze 9000-ért kristályt. És csak kristályt. Akkor nem volt prémium. És nem kaptam ilyen prémium, meg ilyesmiket. És akkor így ennyi. És ennyi volt az összes bujom. Ja, meg ez a tank, szóval, hogy mert az alapam úgy, hogy egy arancsillagommal megvehettem volna, de nem, akkor a tanki szinte pont akkor váltott, hogy hát nem, mert már csak három arancsillagtól. És akkor így kellett még két szintet lépnem,
hogy végre meglegyen, de aztán végül megvettem, mert annyira kirégyeltem ezen a szartan, hogy nehogy már, hogy amikor végre 3 aranycsillag leszek, akkor meg marshalon kell, aztán amikor végre marshal leszek, akkor meg legend szinten lehet csak megvenni, és akkor így, ember, hagyjál már, szóval, hogy ja, szóval ez volt a második, és ennyi. És ebben is kiismerültem, szóval, hogy viszont aki folyamatosan bújjon, meg ilyesmi, az viszont bújjanak számít. Szóval nem keverendő össze ez a két dolog, hogy aki full csak akciókor egyszer, vagy kétszer vesz, az egyáltalán nem bújja. Viszont aki folyamatosan, meg akkor is, amikor nincs akció, az viszont bújja. Szóval igen. Csak ezt így el akartam mondani. Na hát akkor közben itt lenne a videó, igen, mert valami iszonyú hosszú lett megint szerintem. Na mindegy, ez csak nektek jó, vagy lehet, hogy nem lett hosszú, mert úgy összevágtam a videót, hogy inkább kivágtam belőle mindent, és végre rövid lett. Hát akkor meg hehe. Viszont, hogyha 20 percnél hosszabb a videó, hát akkor örülhettek lele. Na hát akkor köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, és csak értelmes kommenteket írni amúgy, mert amúgy szoktam a YouTube-nak jelezni, hogy milyen szépségeket írsz, és akkor így csak így letiltanak a YouTube-ról, és nagyon-nagyon aranyosak, szóval így, ja. Na hát akkor köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, na sziasztok!